Sziasztok, Zaurán Csabi vagyok, többek között a konyhafőnökből is ismerhettek. Nem túl meglepő módon egy hamburgerrel készülök nektek a mai napon. Itt vagyok a Street Kitchen bázisán, és egy brutális pulykaburgert fogok készíteni. Első lépésként elkészítem a brutális szószunkat. Mustárt fogok használni, 3 evőkanálnyit. 3 evőkanálnyi szójaszószt fogok még beleönteni. Méz is kerül bele. Curry. Egy jó kis Street Kitchen chili szósz, méghozzá a zöld, azaz közepes erőségűből, halapenyóval és tekilával. Hát ez nyilván ízlés kérdése, de én most egy ilyen bő teáskanálnyit teszek. Nyilván aki erősebbre akarja, tehet bele többet, aki enyhébbre, az akár ki is hagyhatja. A következő lépésben a zöldségek szeletelésével fogok foglalkozni. Első körben 100 g lilahagymát fogok apróra felkockázni, illetve 100 g pórihagymát is fel fogok karikázni. Lereszelek 2 gereszt fokhagymát is. Felkarikázok még egy paradicsomot is, jégsalátát is egy kicsit szétszedem leveleire, illetve ízlés szerint én is szeretem egy kicsit még így megtépkedni, hogy ne lógjon annyira túl a bucin, és már csak a cukkini maradt hátra, azt is szépen felkarikázom. Egy picit megsózom mindkét oldalát. A hagyma pirításához én most szőlőmagolajat fogok használni, hogyha esetleg az nincs nektek otthon, akkor természetesen bármilyen más zsiradékot, illetve olajat nyugodtan használjatok. Egy csipet só, persze, mindig jól jön. Körülbelül 4 perce pirítom itt a hagymákat, szépen össze is esett az egész, még egy kis borsot őrölök rá, valamint az előzetesen lereszelt 2 gereszt fokhagyma is belekerül, és úgy durván még úgy 1 percig kavargatom, és akkor el is készül ez a jó kis hagymás alap. Most pedig elkészítem a húspogácsát. Ehhez pedig 1/2 kg pulyka darált alsó combot használok. Erre ráborítom a jó kis hagymás alapunkat. Most pedig adunk a húsunknak egy tuti fűszerezést. Egy teáskanál őrölt gyömbér fog belekerülni, fahéj, őrölt fahéj fog belekerülni, őrölt koriander, végül, de nem utolsó sorban pedig szintén egy teáskanálnyit rakunk szerecsendióbor, kap egy komolyabb bors szórást is, és egy csipet sóval is még meghintjük. Ezután egy kicsit először átdolgozom fakanállal, de aztán majd kézzel fogom jó alaposan összegyúrni. Jó alaposan gyúrjuk össze az egészet, hogy a fűszerek és a hagyma is a lehető legtökéletesebben összekeveredjen a darált hússal. Ami pedig nálam semmiképp sem maradhat ki egy hamburgerből, az nem más, mint a bacon. Most a bacon miután elkészült, mehetnek a cukkini karikák is. Addig sütjük ezeket a cukkini szeleteket, amíg egy jó, mély, barna színt nem kapnak. Időnként megforgatjuk természetesen. Utolsó lépésként pedig egy kis borstekerést kapnak ezek az elkészült, grillezett cukkini szeletek. Most pedig nincs más hátra, mint a húspogácsáknak a formázása. Ezt a kész keveretet 4 egyenlő részre nagyjából szétszedem, és pogácsát formázok belőle kezemmel, vagy hogy akinek van otthon esetleg hamburger, hús formázója, azzal is meg lehet csinálni. Még mielőtt elkezdjük a húsokat kisütni, gyorsan lereszelem a sajtot. Én most jelen esetben egy raclette sajtot fogok használni. A húspogácsák kisütéséhez ismételten szőlőmagolajat fogok használni. A reszelt sajtot ráhalmozzuk a húspogácsákra. Közben pedig neki esettünk a zsemlék pirításának is. Megpirultak közben a bucik is, úgyhogy nincs más hátra, mint összeszerelni ezeket a fantasztikus burgereket. A
egy újabb kis pikantéria, némi kék sajtot morzsolok. Lássuk, hogy milyen is lett ez a hamburger. Ez egy igazi ízbomba. Hogyha gondoljátok, akár egy kis édes burgonyával is lehet még tuningolni az élményt. Iratkozzatok fel a Street Kitchen YouTube csatornájára, illetve kövessétek be a Street Kitchen a Facebookon és az Instagramon is. Találkozunk legközelebb is. Sziasztok!